Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim és kedves látogatóim, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület már többször hívta fel az önök figyelmét arra, hogy elsődlegesen családjogi ügyekben mindenképpen figyeljünk oda a per időtartamára. Ugye a jogalkotó nem véletlenül a családjogi pereknél az észszerű időtartamot lényegesen szűkebbre szabta, mint ugye az egyéb perekben. Ugye általában 5 évben határozza meg az észszerű időtartamot egy teljes perre, tehát abban már benne van minden, a felülvizsgálat is, és ehhez képest családjogi perben ezt leszűkíti 3 évre. Ráadásul hazánkban ugye eljárási szakaszokat is vizsgál a részszerű időtartam tekintetében a jogalkotó, tehát első fokú szakasz, másodfokú szakasz és ugye a adott esetben felülvizsgálati, tehát harmadfokú szakasz is. És külön ezen szakaszokban keletkezett kísérdelmek esetén külön egy-egy szakaszra is lehet érvényesíteni, ugye vagyoni elégtételt elhúzódás esetén. A gyakorlati tapasztalat az, hogy általában az első fokú szakasz az, ami mindig elhúzódik, a másodfokú, harmadfokú az már nem nagyon. Azok nem szoktak elhúzódni. Az első fokú viszont sok esetben olyan mértékben húzódik el, hogy hosszabb lesz, mint amennyire a teljes pernek ugye lenne lehetősége, beleértve a másodfokot, meg a harmadfokot is egyben. Tehát ugye családjogi ügyeknél 3 év a maximum, és kérem szépen előfordul, hogy már ugye az első fokú szakasz is túllépi a 3 évet. És akkor onnantól kezdve már a másodfokra, meg harmadfokra is jár, mert akkor már teljes perre jár ugye a vagyoni elégtétel. Az első fokú szakasznak a megengedett időtartama az csak 1,5 év, tehát 18 hónap. Most szinte alig látunk olyan családjogi ügyet, ahol ezt ne lépnék túl. Márpedig ha túllépik, akkor már lehet nyitni a pénztárcát, zsebben nyúlós, és akkor bizony a szülők, hangsúlyozom mindkét fél, mert az észszerű időtartam mindkét felet megilleti, tehát nem csak a pergyertest, pervesztest is. Tehát mind a ketten visszakapnak egy jelentős összeget abból a pénzből, amit ugye a perre áldoztak. Szakértői költség, ügyvédi költség, valamennyi visszatérül. Én mondom önöknek, eddig is mondtam, jövőben is mondani fogom, ezt ne felejtsék el, és következetesen érvényesítsék, és keressenek bennünket, segítünk. Azt kell mondanom, hogy maximális eredménnyel járunk el, tehát most itt az elmúlt héten egymás után naponta jöttek a részben jogerős, részben elsőfokú döntések, és ugye azt kell mondanom, hogy egyszerűen nincs esélye a kérelmezetnek, mert ugye ez nem peres eljárásban zajlik. Legalábbis én még nem találkoztam olyan esettel, hogy ne annyit ítélt volna meg az első fok, amennyit végül is én kértem. Most ezzel azt kell érteni, hogy amennyit ugye az egyesületünk tagja, az édesapa nevében ugye én megírom, és azt ő beadja. Tehát, kérem szépen, tehát amire én azt mondtam, hogy ennyi jár, azt megítélték. Csont nélkül. Általában az a technika, hogy elsőre benyújtjuk ugye a teljes perre, a teljes pertartalomra a követelésünket. Aztán utána ugye az OBH vagy az OBH nevében egy dr. Varga István nevű, hát azt kell mondanom, hogy kritikán aluli színvonalú valami csókos, tehát semmihez nem ért. Tehát benyújtanak valamilyen ellenkérelmet, ugye, vagy hát ahogy hivatalosan nevezik a nem peres eljárásban elleniratot, és akkor abban kifejtik, hogy melyek azok az időtartamok, amiket nem lehet figyelembe venni. Na most ezt én a kereset benyújtásánál, vagy a kérelem benyújtásánál nem szoktam vizsgálni, egyszerűen azért nem, mert ez egy rendkívül hosszas dolog. Tehát ez a teljes pertörténetet végig kell nézni, és hát egyszerűen nem ér annyit. Tehát nem lenne gazdaságos, hogyha én ezt elkezdeném vizsgálni. Sokkal jobban megéri az, hogy megváróban, míg ők szépen az elleniratukban, ezt ugye a hivatalos munkakörükben, munkaidőben szépen végigvizsgálják, megnézik, tételesen kimutatják, és utána én majd, amikor ezt megkaptam, akkor ugye a úgymond válaszíratomban végignézem, és megnézem, hogy mi az, amiben esetleg igazuk van, tehát amit valóban le kell vonni, amit nem lehet figyelembe venni a vagyoni elégtételnél. És utána mondok egy végleges követelést. Na most nem volt még olyan eset, hogy ezt a végleges követelést ne ítélték volna meg csont nélkül. Természetesen megfellebezik, utána még van egy másodfok, arra írunk gyorsan egy fellebezési ellenkérelmet, esélyük nincsen. Tehát minden egyes fellebezést Varga is, az OBH is csont nélkül elbukott, tehát minden alkalommal gyakorlatilag azt az összeget ítélték meg eddig, és azért itt már nem egy-két alkalomról van szó, több tucat alkalomról, de mindig azt ítélték meg, amit én úgymond a válaszíratomban véglegesen
ugye igényeltem. Ugye most volt például egy eset, hát ez mit mondjak, aranyos és kedves, kérem szépen eredetileg 698 ezer forint követeléssel álltunk elő, ugye apukánál. Kérem szépen, talán Varga István számogat, osszorul, az kiderít, hogy nem, hát ebből maximum 140 ezer forint, ami jogos, ha összes többit le kell számítani. Hát én végignézem szegény Pista bácsi hülyeségeit, és akkor annyit mondok, hogy hát nézze, el kell ismerni, hogy ha nem is nagyobb részben, de egy icipici részben igaza van, tehát 5 nap valóban nem számítható be, ez 2000 forintot jelent, úgyhogy én le is csökkentem a 698 ezeres követelést 696 ezer forintra, tehát legyünk belátóak. Csontékő megítélték első fokon, majd csontékő megítélték másodfokon is. Most jött egy másik, ott is pontosan ugyanez a helyzet. Ott egy fillért nem tudtak leszedni. Tehát amit kértünk, azt ugye megnéztem az elleniratot, azt mondom, hogy teljes egészében hülyeség, egy napot se lehet levonni, nem is vontak le, mindent megítéltek. Ez most első fokú, másodfok is ugyanez lesz. A pécsi törvényszék jár el egyébként, és a debreceni törvényszék, ez attól függ, hogy melyik területen vagyunk. Ugye itt élő tábláknak az illetékességi területéhez igazították ezt, hogyha jól sejtem, akkor a győri ítélőtábla, a fővárosi ítélőtábla és a pécsi ítélőtábla területén lévő törvényszékek esetében a debreceni törvényszék jár el. És ugye a maradék kettő a szegedi ítélőtábla, meg a debreceni ítélőtábla területéhez tartozó törvényszékeknél, meg a pécsi törvényszék jár el. Tehát egy speciális illetékesség van. Mind a két törvényszéken ugyanilyen eredménnyel járunk el. Tehát egyszerűen azt kell mondanom, hogy nem akarom magamat fényezni, de eddig még nem tudtam tévedni. Tehát amiről azt mondtam, hogy ennyi, az annyi. Mondom, az első követeléshez képest volt, hogy valami minimálisat lejjebb kellett vinni, mert egy-két dologban igazuk volt. Tehát például, amikor kiderül, hogy a felek közösen kértek egy tárgyalás halasztást, akkor ott azt az időtartamot nem lehet belevenni. Tehát ilyen apróságok fordultak elő, de őszintén szóval nem emlékszem rá, hogy ezt meghaladóan, tehát ezt a témát meghaladóan mármilyen más indokkal le tudtak volna vonatni valamennyit. Tehát mondom, általában erre kell számítani, hogy ha volt a perben olyan, hogy maguk közösen kértek mondjuk egy tárgyalás halasztást, akkor ott az eredeti meg a halasztott közti időtartamot azt le kell vonni, arra nem jár elégtétel. De őszintén szóval én még nem láttam olyat, hogy bármilyen más címen sikerült volna nekik lecsökkenteni az igényelt vagyoni elégtételt. Hát tisztelt barátaim, még egyszer mondom, azért ezek jó pénzek. Ezek jó pénzek. Ugye nem olyan régen 1 milliós követelést is sikerült fognunk. Ugye az mondjuk egy komolyabban elhúzódó per volt. Tehát kérem szépen, tessék megkeresni bennünket, mert ezek a pénzek is fontos összegek. És hozzáteszem, hogy van egy, hogy is mondjam, közérdekű vonatkozása is ennek a dolognak, a jogos magánérdeket leszámítva. Az, hogyha következetesen érvényesítjük a törvényszékekkel szemben ezeket a pénzeket, akkor ez valószínűleg abba az irányba fog hatni, hogy a törvényszékek odahatnak, hogy az elsőfokú bíróságok egyszerűen hatékonyabban és gyorsabban működjenek. Ami viszont mindenképpen fontos lenne, ez egy közérdekű dolog. Mert igaz, hogyha ez meg lesz, akkor onnantól kezdve nem fognak kapni ilyen vagyoni elégtételeket, de akkor nem fognak 3, 4, 5, 6, 8, 10 évekig húzódni perek. Vagy uram, bocsánat, 17 évig húzódni, mert ugye ilyen perről is tudunk, ahol a gyerek most fogja betölteni néhány héten belül a 19. születésnapján, most lesz, azt hiszem 27-én, és kérem szépen még nincs a kezükben a másodfokú ítélet. Miközben a gyerek majdnem egy éve betöltötte a 18. születésnapját, és másfél éves volt, amikor kezdődött a per. Tehát ezek nyilván lehetetlen állapotok, és biztos, hogy ha következetesen érvényesítjük ezeket a vagyoni elégtételi iránti igényeket, akkor ez azért ebben az irányban is hatni fog, hogy igenis tessék hatékonyabban és gyorsabban működni ezekben a kérdésekben, mert hát ez alapvetően mindenkinek az érdeke, a szülőké is, de a gyermeké is, és elsősorban a gyermeké. Tisztelt barátaim, kedves nézőim, hallgatóim és látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.